Tökéletes testű, napok óta koplaló sportolókkal telt meg a Vértes Agorája június 6-án, az IMBA újabb nagyszabású nemzetközi versenyt rendezett Tatabányán, amit összekötöttek a magyar bajnoksággal. A lényege az egésznek, hogy 5 éve szteroidmentesen kell készülni, tiltott anyagok mentesen kell készülni erre a versenyre. Reméljük, ezt mindenki betartja, az a célunk, hogy próbáljuk kiszűrni a szteroidmentes vagy a tiltott anyaggal való felkészülést, fogunk végezni a versenyen poligráfos vizsgálatot. A magyarok körében, tehát a magyar bajnokságra azt fogjuk tudni mondani, hogy azt leszűrjük, amennyire lehet, hogy tiszták legyenek a versenyzők. A megmérettetésen összesen 170 tiszta versenyző indult, a magyarok mellett a környező országokból is sokan érkeztek. Elcsíptük a legfiatalabb indulót, Kittit, aki mindössze 16 éves. Ez az egész úgy kezdődött, hogy régen túlsúlyos kislány voltam, és jött egy időszak, amikor nagyon lefagytam, és elmentem a Diamíba edzeni, és megláttam az Evrecki Krisztinát, és nagyon szimpatikus volt, és gondoltam, hogy elmegyek hozzá edzeni. És hát ő mondta, hogy próbáljam meg ezt a versenyzést, mert úgy fejlődtem, és nagyon megtetszett ez az egész. Kitty és persze mindenki más is nagyon keményen készült a versenyre, komoly diéta és rengeteg edzés áll mögöttük. 14-hetes versenydiétám volt. Hát különöset nem tudok mondani, szerintem minden testépítő így készül. Szénhidrát megvonás, magas fejre tartalmú diéta, végén már víz megvonás, ilyesmi. És hogy bírtad? Hát nem volt könnyű, életem első verseny egyébként, de nem volt könnyű, de most így, hogy kiléptem a színpadra, úgy érzem, hogy megérte. Ez mindent kárpótolt. Most így verseny után akkor mit eszel, mit iszol? Behozod el a maradást? Hát most első szerintem a Meki lesz hazafele, az biztos. Utána bulizunk a haverokkal, de szerintem minden testépítőt, amely ki be lehet megtalálni ilyenkor. A lazítás az igazán elszántaknak nem fog sokáig tartani, hiszen közeleg a világverseny, amit Abu Dhabiban rendeznek meg a nyáron.